Az idén is megrendezték a Mátészalkai Fényes Napokat. Bár a programsorozatot 16. alkalommal szervezték meg, annak apropója jóval távolabbra nyúlik vissza. Mátészalkán 2003 óta tartjuk meg minden év augusztus végén a fény ünnepét. A fényt ünnepeljük ilyenkor, és hát ez az év különösen aktuális abból a szempontból, hogy idén 130 éve, hogy a mai Magyarország területén először kigyulladt a közvilágítás a Mátészalkai utcákon. A fény a Biblia szerint az igazság és a bölcsesség jelképe. A fényben jobban látjuk egymást is, jobban látjuk az igazat, és jobban látjuk a városunkat is. A háromnapos rendezvényt kiállítások, több zenei előadó és mutatványosok produkciói színesítették. Hanusi Péter elmondta, Mátészalka az uniós pályázatok révén a fizikai megújulás küszöbén áll. De ez mit sem ér a lelki megújulás nélkül, aminek ez az esemény az első lépése lehet. Mátészalka polgármestereként nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor majd a menet élén viszem a fáklyát és hátra nézek, akkor több ezer mátészalkai családot, barátot, ismerőst, egyesületeket, közösségeket látok, akik együtt haladnak, akik egy irányba haladnak, akik összetartanak és összetartoznak. És ezek az emberek részesei ennek a csodának, érzik azt, hogy ez nekik szól, ez értik szól, ez mi mátészalkaiaknak a legfontosabb rendezvénye. És nagyon-nagyon büszke vagyok annak, hogy ezt a közösségi élménynek részese lehetek. A rendezvényt fáklyás felvonulással zárták, a város egy régi lámpájától indulva a városközpont felé.